Testvéreim, hallgassuk meg Istennek írott igéjét ez a mai napon, amikor újbor ünnepe is van, nem csak a reformációra emlékezünk, egy bizonyára nagyon jól ismert bibliai igeszakasz. Ki is vetítem, tehát lehet velem együtt olvasni. Ez a Jakab írása szerinti levél első részéből, a 17. vers, ez érdemes egyébként hosszú távon is megtanulni. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától száll alá. Kedves gyülekezet, az ige hirdetés két szóra összpontosít. Az egyik, hogy adomány, a másik pedig, hogy felülről. Adomány, ami van, ami az életünknek a gazdagsága. És ezen a mostani ünnepen, amikor újborra emlékezünk, ez egy ősi magyar ünnep, akkor tulajdonképpen az első az, hogy gondolkodjunk azon, hogy mennyi mindenünk van. Hogy mennyi adományunk van, mennyi képességünk van. Nagyon fontos, hogy néha úgy megálljunk és visszafelé tekintsünk az életünkre, hogy mennyi mindenünk van, mert annyira fel vagyunk gyorsulva, hogy gyakran elfelejtünk megállni, és elfelejtünk egy számadást tenni. A régiek nem ilyenek voltak, mert a régi emberek nem munkanapban, munkaórában gondolkodtak, hanem szezonban. Ugye mennyivel másabb? Ez ugyanaz, mint amikor azt mondjuk, hogy család, és számunkra a család az mi és a gyerek. A régiek nem így gondolkodtak, a családban benne volt a nagymama, benne volt a nagymamának a testvére, benne volt a nagypapa testvére. Egy sokkal nagyobb kört érintett a fogalom. Mi olyanok vagyunk, hogyha azt mondjuk, hogy munka, akkor munkaórában gondolkodunk, és a munkaórának a bérezését hasonlítgatjuk össze. Neked mennyi az egy munkaórára jutó kereseted, nekem mennyi? A régiek szezonban gondolkodtak, elindultunk ott, hogy megcsináltuk a föld előkészítését, azaz felszántottuk, megtörtént a vetés, elkezdtük utána nézni, hogy mekkora a gaz, imádkoztunk azért, hogy essen az eső, és eljutottunk szép lassan odáig, hogy lehet már akár aratni is. Szezonban gondolkodtak. Éppen ezért nem úgy, ahogy a mi horizontálisan, itt a földhöz ragadtan nézték a dolgokat, hanem felülről. Mert ha felülről nézték a dolgokat, akkor látták, hogy hát bizony nem úgy terveztük, nem így gondoltuk, nem így álmodtuk meg, de valahogy csak kiforogta magát. Valahogy úgy adta valaki, a teremtő, hogy jól alakultak a dolgok. Lett. Éppen ezért az édes testvérek, hogy van, és hogy felülről van, ez olyan természetes volt. Ezért nagyon nagy boldogság és öröm volt egy-egy ilyen teremtési ünnep, amikor az őszi betakarításra, az újborral emlékeztek. Én szeretném, ennek a mai istentiszteletnek ez lenne igazából a küldetése, hogyha újra a jelenlévők lelkében ez a kettő egy fúzióra, egy egybeolvadásra jutna. Hogy megtanulnánk még egyszer azt, hogy van, és felülről van. Minden, ami van, felülről van. Na, tegyünk egy próbát. Mennyi mindenünk van? Csak gondoljuk végig. Van egészségünk. Akinek van egészsége, az tudja, hogy micsoda érték, főleg akkor, amikor valamiért hajótörés szenvedett az egészsége. Ha van egészséged, ha van testi-lelki erőd, ha van szellemi képességed, van szellemi képességetek, drága nyolcadikosok, jó volt hallani. Volt képességetek megtanulni a szöveget, volt arra képességetek, hogy elmondjátok. Rögtön tegyük föl a kérdést, és ez honnan van?
honnan van az egészségünk? Honnan? Ha igazán komolyan vesszük, hogy testi, lelki, szellemi egészségünk, tulajdonképpen bár próbálunk tenni érte, de annak a történése, az nem rajtunk áll vagy bukik, hiszen vannak, akik nagyon fiatalon, nagyon-nagyon betegek, és vannak, akik egyébként nagyon idősen, Istennek hála, semmi bajuk nincs, hát honnan van? Aztán menjünk tovább. Van például egy csodálatos városunk, van munkahelyünk, van békességünk. Nekünk most éppen nem azon kell gondolkodni, hogy ki fog bennünket kilőni. Nem azon kell gondolkodni, hogy éppen melyik ráérő, flangáló, idegenből érkező szalad be, és egy uzival úgy válogatás nélkül. Nem ezen kell gondolkodnunk. Nem óvóhelyen ünneplünk. Van békességünk. Kitől van? És beszélhetünk tovább arról. Nemrégen hallottam, hogy például Szentesen tornádó volt. Nálunk miért nem? Mi okozta, hogy nálunk nem? Szóval, amikor föltesszük ezt a kérdést, hogy van, vagy föltesszük magunkba azt a felvetést, hogy mennyi mindenünk van, amiért nem tettünk, nem tehettünk semmit, akkor fölmerül a kérdés, akkor honnan van? És erre a régiek tudták a választ, mi pedig lassan elfelejtjük, pedig itt van a Bibliában. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről van.